Üdvözöllek, kedves barátom! A most elhangzó üzenet életed valószínűleg legfontosabb üzenete lesz, mivel az Isten és ember közötti viszonyról szól. Nem feltétlenül szükséges, hogy birtokodban legyen a képes füzetecske, de ha megvan, akkor segíteni fog, hogy jobban emlékezz az elhangzottakra. A kazetta bármikor megállítható, ha úgy érzed, hogy időre van szükséged egy-egy rész átgondolására. Azt javasoljuk, hogy hallgasd először végig az egészet, és csak azután menj vissza bizonyos részekhez, megállítva a kazettát, valamint időt adva magadnak az elmélyülésre. Kezdetben csupán Isten létezett, és semmi más. Isten megteremtette a világot, és megparancsolta, hogy legyen világosság. A nap feladata volt, hogy napközben, a holdé pedig, hogy éjjel világítson. Isten jó, és mindenek felett ő rendelkezik. Ez az üzenet Isten könyvéből szól hozzád. Ez a könyv Isten igéje, ami nekünk szól, mégpedig Istenről és az ő útjairól. Ez a könyv tartalmazza sok ismert próféta írásait is. Isten szereti az embereket. Ez a könyv magyarázatot ad arra, miért kellett Istennek elhatárolnia magát az emberektől, akiket annyira szeret. Ez a könyv azt is elmagyarázza, hogyan készített Isten egy tervet, hogy visszahozza az embereket magához, hogy az ő barátai és gyermekei legyenek. Ezt a könyvet a Bibliának hívják. Isten az ő szavai által teremtette a világot. Így szólt, legyen és lett. Szólt és megteremtette az eget. Szólt és megteremtette a tengert. Szólt és megteremtette a szárazföldet. Ezután ugyanígy megteremtette az összes élőt. A halat a vízben, a madarakat a levegőben, valamint az összes állatot. Így módon Isten mindent életre hívott. Elégedett volt azzal, amit teremtett. Minden, amit Isten teremtett, jó volt. Minden nagyon jó volt. Isten megteremtette az első férfit a föld porából, és az első asszonyt a férfi oldalbordájából. Ádámnak és Évának nevezte el őket. Isten szerette Ádámot és Évát. Hatalmat adott nekik a többi teremtménye felett. Isten barátai voltak. Isten teremtett nekik egy csodálatos kertet, hogy ott éljenek. Isten itt szólt hozzájuk. Engedélyt adott nekik, hogy a kert bármely fájáról egyenek gyümölcsöt, egyet kivéve. De ők nem engedelmeskedtek neki, és ettek a tiltott gyümölcsből. Vétkeztek Isten ellen, megszegték a vele kötött barátságot, és így büntetést érdemeltek. Isten megveti a bűnt. Kiűzte őket a csodálatos kertből. Azóta kell az embernek keményen megdolgoznia a betevő falatért. A bűn fájdalmat, szenvedést és halált is hozott. Ádámnak és Évának két fia volt, akiket Káinnak és Ábelnek hívtak. Káin irigyelte Ábelt, ezért egy napon megölte őt. Isten megbüntette őt ezért a szörnyű tettért. Isten nagyon szomorú, amikor az emberek bűnt követnek el. A bűn az, ami elválaszt bennünket Istentől. Isten és ember nem élhet tovább szoros baráti kötelékben, ahogyan Isten szerette volna. Ádámnak és Évának még sok gyermeke lett, és jó néhány év lepergése után leszármazottaik benépesítették a földet. Egyikük sem engedelmeskedett Istennek. Egyre gonoszabbakká váltak. Bűnük akkorára növekedett, hogy Isten elhatározta, egy hatalmas vízözön által elpusztítja őket. Csupán egyetlen ember volt köztük, aki szerette Istent, és engedelmes volt iránta. Noénak hívták. Isten megparancsolta Noénak, hogy építsen egy nagy hajót, és nevezze bárkának. Isten így módon akarta megmenteni Noét és családját. Nagyon sok évbe telt, amíg a bárka elkészült. Ez idő alatt Noé mindvégig intette az embereket, hogy gonosz viselkedésük milyen büntetést von majd maga után. De az emberek nem hittek figyelmeztetésének, és nem akartak lemondani bűnös útjaikról. Isten minden állatfajból küldött Noéhoz egy párat, és ő sorban elhelyezte őket a bárkában. Ezután Noé és az ő felesége, valamint három fiúk és azok feleségei bementek a bárkába. Csupán 8 ember volt a hajón az állatokkal. Ekkor Isten bezárta az ajtót.
hét nappal később pedig nagy esőzést küldött a földre, sőt, a földi alatti vizek is a felszínre törtek. 40 nap alatt Isten elárasztotta az egész földet. A bárkában lévőkön kívül mindenki odaveszett. Noé és családja azonban biztonságban volt, mert hittek és engedelmeskedtek Istennek. Sok év elteltével Noé leszármazottai számos törzset alkottak. Ábrahám is ezen leszármazottak egyike volt, aki szerette Istent és engedelmeskedett neki. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy leszármazottaiból nagy emberek lesznek. Ábrahámnak és Sárának ekkor még nem volt gyermeke, de bíztak Isten ígéretében. Idős korukra lett egy gyermekük, akit Izsáknak hívtak. Isten ígéretet tett, hogy Izsákon és leszármazottain keresztül valami különlegeset tesz majd. Ábrahámnak voltak még gyermekei, de más asszonyoktól. Ezek egyikét Ismáelnek hívták. Ő lett az arab nemzetek vezetője. Izsák leszármazottaiból szintén nagy nemzet lett, amely az Izrael nevet kapta. Ezen leszármazottak egyike volt Mózes, aki szintén hitt és engedelmeskedett Istennek. Isten egy napon elhívta Mózest egy hegyre, és ott szólt hozzá. Törvényeket adott neki, amelyre meg kellett tanítani az embereket. Mózes ezekkel a kőbevésett törvényekkel jött le a hegyről. Ezek a törvények jók, és minden ember számára szólnak. Az Isten által Mózesnek adott törvények az emberek javát szolgálják. Azt parancsolják nekünk, hogy szeretnünk, imádnunk és engedelmeskednünk kell az egyigaz Istennek. Nem szabad bálványokat készítenünk és meghajolnunk előttük. Nem szabad Isten nevét hiába valóan a szánkra venni. Mindenkinek heti egy napot pihenésre és Isten imádására kell szánnia. A gyermekeknek engedelmeskedniük kell szüleiknek, és meg kell őket becsülniük. Nem szabad gyilkolnunk. Nem szabad házasságtörést elkövetnünk. Nem szabad lopnunk. Nem szabad hazugsággal illetni másokat. Végül pedig nem szabad a más tulajdonára áhítoznunk. Azokban az időkben, ha valaki megszegte Isten törvényét, egy bárány kellett feláldozni a Isten oltárán. A bárány halt meg a bűnös nevében. Ez emlékeztette a törvényszegőt arra, hogy Istent elszomorítja, ha a törvényét bűnös módon megszegik. A bárány egy másik, sokkal nagyobb áldozatot szimbolizált, amit később maga Isten ajánlott föl. Ezen áldozat által minden ember bűnei eltöröltetnek, akik elfogadják azt. Isten Jézus szándékozta elküldeni, hogy áldozattá váljon. Isten ezt megjelentette sok prófétájának, akik meg is írták a jövendőlést a Bibliában. Jézusról így szóltak: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus nem mindennapi módon született. Egy angyal küldetett a szűzhöz, akit Máriának hívtak, és egy József nevű férfival volt eljegyezve. Az angyal megjelentette neki, hogy gyermeke fogantatik Istentől, anélkül, hogy férfit érintett volna. Mária tudta, hogy Isten egy szavával megteremtette a mennyet és a földet. Tudta, hogy Isten meg is teszi azt, amit mond, ezért hitt ő benne. Különleges módon Jézus édesapja Isten volt. Az angyal Józsefnek is megjelent álmában. Elmagyarázta neki, hogy Mária nem egy másik férfi által fogant meg, hanem Isten ereje munkálkodik benne. Az angyal arra is utasította Máriát és Józsefet, hogy a gyermeket Jézusnak nevezzék, ami annyit jelent, mint megváltó. József engedelmeskedett Istennek, és nem hált Máriával mindaddig, amíg a gyermek meg nem született. Ez időtájt a király arra hívta fel az embereket, hogy menjenek vissza abba a városba, ahol őseik éltek, hogy népszámlálást tarthasson. Máriának és Józsefnek Betlehembe kellett visszatérnie. Amikor megérkeztek, már sehol nem volt szállás számukra, ezért a tehénistálóban kellett megszállniuk. Itt adott életet Mária gyermekének, Jézusnak. Azon az éjszakán angyal jelent meg a pásztoroknak, akik a közelben birkáikat legeltették. Megjelentette nekik, hogy egy gyermek született a közelben, aki majd az emberek megváltója lesz. Ekkor hirtelen angyalok jelentek meg az égen, akik énekükkel Isten dicsőítették. A pásztorok mind felkerekedtek, hogy lássák a gyermeket, és akivel útközben találkoztak, mindenkinek elmondták, hogyan jelent meg nekik az angyal.
A Biblia nem sokat beszél Jézus gyermekkoráról. Annyit tudunk, hogy Mária és József Egyiptomba vitte a gyermeket, amikor valaki az ő megöletését tervezte. Ezután visszatértek Izraelbe, mégpedig Názáret városába. Jézus növekedett bölcsességben, erőben, és Isten dicsősége volt rajta. Amikor 12 éves lett, szülei elvitték Jeruzsálembe, ahol Istenről beszélgetett Izrael tanítóival és vezetőivel. Meghallgatta őket, valamint kérdezett és felelt kérdéseikre. Mindnyájan meglepődtek, milyen nagy tudással rendelkezik Istenről. Amikor 30 éves lett, elkezdte Istenről tanítani az embereket. Nagyon sokan hittek a tanításában, és mindenfelé ismert lett a neve. Jézusnak Istentől való hatalma volt arra, hogy csodákat tegyen. Vakokat gyógyított, szavával halott embereket keltett életre, sőt még a tengeren is járt. Sok csodát tett az emberek előtt, hogy ezzel is bizonyítsa Istentől küldetett, és az ő hatalmával rendelkezik. Bármit mondott, szava valósággá vált. Különleges személy volt ő, és ezt sokan hitték. Jézus számos csodát tett, és rengetegen követték őt. Kedves volt, meggyógyította a betegeket, és Isten útjaira oktatta őket. Jézus jó volt. Jézus soha nem vétkezett, mindig Isten akarata szerint cselekedett. Azért jött, hogy Isten szeretetét sugározza, és hogy visszatérítse az embereket az ő útjaira. Voltak azonban befolyásos vallási vezetők, akik irigyelték őt. Nem akarták bevallani, hogy ők épp úgy megszegték a törvényt, és bűnösök voltak, mint a többi ember. Kemény volt a szívük, és nem akartak benne hinni, hogy Jézus Isten küldötte volt. Megrágalmazták, a katonák foglyul ejtették, megostorozták, és egy tövis koronát illesztve a fejére kigúnyolták. Jézus ellenállhatott volna, de nem tette. Azért jött a földre, hogy a bűnökért való áldozat legyen belőle. Élete az emberek bűneiért való áldozatra volt számva. Azt a büntetést vette magára, amit tulajdonképpen az emberek érdemeltek volna. A katonák egy fakeresztre szegezték, majd pedig felállították a keresztet, és Jézus ezen függött, amíg meg nem halt. Azokban az időkben az volt a szokás, hogy a legnagyobb bűnözőket ezen a kegyetlen módon büntették meg. Egy másik bűnöst is keresztre feszítettek azon a napon. Jézus azonban nem bűnöző volt, hanem ártatlan. Semmi rosszat nem tett. Azon a napon a mások bűneiért halt meg, nem a sajátjáért. Meghalt az akkor élő és az eljövendő nemzedékek bűneiért is. Az ő halála törli el azoknak a bűneit, akik elfordulnak bűnös útjaikról, és sajátjukként fogadják el ezt az áldozatot. Jézus halálával a tökéletes áldozatot hozta. Tiszta vérével fizetett minden ember vétkeiért. Isten kijelentette, hogy nincs más áldozatra szükség, mert Jézus meghozta a tökéletes áldozatot. Jézus ellenségei úgy gondolták, hogy megszabadultak tőle, de nem így volt. Miután Jézus utolsót lélegzett, egy vagyonos barátja a saját vadonatúj sírhelyébe helyezte le a testét, majd pedig egy hatalmas kővel lezárták a sír bejáratát. A harmadik napon korán reggel néhány asszony érkezett a sírhoz, hogy elvégezzék a szokásos temetési szertartást. Nagy meglepetésükre a kő el volt mozdítva, Jézus teste pedig eltűnt. Még jobban meglepte őket az, amikor megjelent két angyal, és tudomásukra hozta, hogy Jézus él. Isten hírvivői világosan kijelentették, hogy Jézus föltámadott a halálból. Jézus föltámadása után meglátogatta néhány tanítványát. Beszélgetett és együtt étkezett velük. Tamás, az egyik tanítvány, amikor ezt meghallotta, nem akarta elhinni, hogy Jézus él. Így szólt: nem hiszem el, amíg nem látom és érintem az ő sebeit. Jézus újra meglátogatta ezt a csoportot, amikor Tamás is ott volt. Egyenesen Tamáshoz intézte szavait, aki térdre esett előtte, és hitt. Jézus így szólt hozzá: hiszel, mert látsz engem. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A 40 nap elteltével eljött az idő Jézus mennybe menetelére. Bevégezte a feladatot, amiért a földre jött. Felhívta követőit arra, hogy menjenek és mondják el mindenkinek a földön az ő cselekedeteit. Ezután követői szeme láttára felemelkedett a földről, és addig emelkedett, amíg a felhők között végleg el nem tűnt a szemük elől. Ekkor megjelent két angyal,
és a tanítványok tudomására adta, hogy Jézus újra eljön majd olyan módon, ahogyan eltávozott. Jézus most a mennyben van, és előkészíti a helyet mindazok számára, akik hisznek benne és követik őt. Jézus elkészítette az utat, amelyen Isten színe elé járulhatunk. Miért halt meg Jézus a kereszten? Azért, hogy megóvja a bűnösöket a büntetéstől. Jézus soha nem vétkezett. Azért halt meg, hogy elvegye a bűnöket, amelyek elválasztanak bennünket Istentől. A kereszt emlékeztető arra, hogy Jézus Isten szent, büntelen és tiszta báránya volt. Értünk feszítették keresztre. Ha hiszünk Jézusban és megbánjuk bűneinket, Isten megbocsát. Jézus Isten gyermekeivé és saját barátaivá tesz bennünket. Jézus életében sok történetet mondott azért, hogy az emberek jobban megértsék Isten útjait. Azt tanította, hogy két út van. Mindenki a bűn széles útján kezdi, ami pusztuláshoz és büntetéshez vezet. Mindannyian bűnösek vagyunk, természetünkből kifolyólag, amit az első embertől, Ádámtól örököltünk. Bűnt követtünk el azáltal, hogy Istennek nem tetsző dolgokat cselekedtünk. Jézus azt mondta, hogy hagyjuk el a széles utat, és lépjünk rá a keskeny útra, ami Istenhez vezet a mennyben. A keskeny útra csak Jézuson keresztül léphetünk rá, mégpedig úgy, hogy megbánjuk bűneinket, és elfogadjuk az általa bűneinkért hozott áldozatot a kereszten. Szólj hozzá most a szíved mélyéről. Mondd neki ezt. Isten, te nagy vagy és szent. Elismerem, hogy vétkeztem, és hiszem, hogy Jézus meghalt az én vétkeimért a kereszten. Kérlek, bocsáss meg nekem. Tisztíts meg a szívem, és fogadj gyermekeddé. Szeretném Jézust követni, és veled lakni a mennyekben a halálom után. Köszönöm, Atyám. Ámen. Jézus örömmel fogad minden embert, bármilyen nemzetiségű is legyen, vagy bármilyen nyelvet beszéljen is az. Ha hisznek Jézusban, mindnyájan Isten gyermekeivé válnak. Ám bár számos nemzetiségből valók egy családhoz tartoznak, Isten családjához. Egységet alkotnak az Úr Jézus által. Mindnyájan a keskeny utat járják, ami a mennybe vezet. Egy este egy vallási vezető, Nikodémusz látogatta meg Jézust. Jézus valami nagyon érdekes dolgot mondott neki, mégpedig azt, hogy ha valaki Isten családjához akar tartozni, akkor újra kell születnie. Szüleink családjába egyszerűen beleszületünk. Tehát amikor Isten családjába lépünk, akkor az olyan, mintha újra születnénk. Az első a fizikai, a második pedig a lelki születés. Nincs hatalmukban magunk megváltoztatása. Isten szent lelke az, ami új életet ad nekünk, amikor hiszünk, és Jézust követjük. Új néppé válunk, Isten népévé. Jézus mennybe menetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi majd nekik a szent lelket. 10 nappal mennybe menetele után a zsidók egyik szent napjukat ünnepelték. Sok más nemzet területén élő zsidó ember jött Jeruzsálembe az ünnepekre. Jézus tanítványai szintén ott voltak, egy helyen összegyűlve. Hirtelen a Szentlélek leszállt rájuk és betöltötte őket, ahogyan azt Jézus megígérte. A jelenlevő különböző nemzetiségű zsidók nagyon elcsodálkoztak, amikor mind a maga nyelvén hallotta a tanítványokat beszélni arról, milyen csodálatos dolgokat tett Isten. Isten lelke hatalmas és minden igaz keresztény emberben él. Erőt ad nekik a Jézus iránti szeretetre és az ő követésére. Mielőtt egy ember Jézusba vetné a hitét, olyan, mintha sötétben járna. Gyakran felbukik és bűnbe esik, mert nincs fény, ami irányítaná őt. Amikor Jézusba vetjük a hitünket, akkor olyan, mintha egyenes úton járnánk, ragyogó napsütésben. Jézus azt mondta, én vagyok a fény a világban. Ha valaki követ engem, nem fog többé sötétségben járni. Isten szent lelkét küldi el, hogy segítsen és tanítsa a hívőket az ő útjaira. A keresztény egy új ember, aki engedelmeskedni akar Isten igéjének. Hálás, hogy Isten megbocsátotta a bűneit. Jézus követője nem követhet el házasságtörést, nem verekedhet, nem lophat, vagy imádhat bálványokat és más isteneket.
A Szentlélek hatalmat és erőt ad a hívőnek, hogy elforduljon a gonosz dolgoktól és jót cselekedjen. Ha egy család Isten útját járja, akkor a férj szereti a feleségét, és a feleség becsüli a férjét. Ez az, amit Isten igéje parancsol. A házaspár segíti, bátorítja egymást, gyermekeiket pedig Isten szeretetére és az ő igéje iránti engedelmességre oktatják. A keresztény család együtt imádkozik és munkálkodik Isten dicsőségére. Jézus arra tanította az ő követőit, hogy szeressenek minden embert, még az ellenségeiket is. Segítenünk kell minden embernek, aki szükséget szenved, még akkor is, ha más nemzethez vagy felekezethez tartozik. Egyszer Jézus egy történetet mondott el egy emberről, aki útban volt egy város felé, amikor rablók támadták meg és összeverték. Egy másik felekezethez tartozó ember talált rá a szerencsétlenre és segített neki, mert szükséget szenvedett. Mindezért semmi fizetséget sem kért. Jézus azt mondta, hogy nekünk is hasonló jó dolgokat kell cselekednünk. Vannak olyan emberek, akik kapcsolatban állnak a sátánnal vagy gonosz lelkekkel, esetleg bálványokban hisznek, mielőtt Jézus követőivé válnak. Jézus követőinek nem szabad barátságban állni gonosz lelkekkel. Nem kell tőlük félnünk és szolgálnunk őket. Az Úr sokkal hatalmasabb, mint a sátán, az ördögi lelkek vagy a bálványok. A keresztény hívők mindentől megszabadulnak, ami a sátánnal kapcsolatos. Nem kell tőle félnünk, csak Isten segítségét kell kérni, hogy megvédjen bennünket. Volt egyszer egy ember, aki teljesen a gonosz lelkek hatalmában állt. Sem kötelek, sem láncok nem tudták őt lefogni, olyan erősek voltak benne a gonosz lelkek. Jézus csak megparancsolta nekik, hogy távozzanak el belőle, és el is távoztak. Megszabadult az ő gyötrő lelkek gonosz hatalmából, és ment, hogy minden barátjának elmondja, mit tett érte Jézus. Jézusnak sokkal nagyobb hatalma van, mint a gonosz lelkeknek. Sok embert meg is szabadított tőlük. Mind sátán, mind a gonosz lelkek engedelmeskednek Jézusnak. Ha téged is gonosz lelkek gyötörnek, kérj meg másokat, hogy imádkozzanak érted. Kérd a hatalommal rendelkező Jézus Krisztust, hogy ő szabadítson meg tőlük. Ha szeretjük és engedelmeskedünk Jézusnak, akkor ő bennünk él a Szent Lélek által. Az ő ereje megvéd bennünket a sátán mesterkedéseivel szemben. Sátán gyakran megpróbálja eltéríteni Isten gyermekeit az Úr Jézus követésétől. Azt akarja, hogy elfeledkezzünk Istenről és az ő útjairól, ezért sokszor kísért meg bennünket olyan dolgokkal, mint például pénz, szép ruhák, cigaretta, erkölcstelenség, és nem utolsó sorban alkohol. Megpróbálja velünk elhitetni, hogy ezek a dolgok fontosabbak Istennél, és boldoggá tesznek bennünket. A sátán azonban hazug. Be akar bennünket csapni, és Isten ellen fordítani. A Szentlélek majd megsegít bennünket a kísértéssel szemben, ha megbízunk az Úr Jézusban, és követjük őt. Jézus egy másik története. Egy fiatal férfi egy napon elhagyta otthonát, messzire elvándorolt, és sok gonosz dolgot cselekedett. Paráznaságot követett el, az apjától kapott minden pénzt eltékozolta, és rengeteget vétkezett. Miután minden pénzt elköltött, éhínség köszöntött rá, szegény lett, és koplalnia kellett. Megbánta már bűneit, és visszatért atyához, hogy bocsánatáért esedezzen. Mivel apja nagyon szerette őt, megbocsátott neki, és visszafogadta. Ez a történet is példázza, hogy ha vétkezünk, meg kell azt bánnunk, el kell fordulnunk a bűntől, és így, mivel Isten nagyon szeret bennünket, és mivel Jézus feláldozta magát értünk, bűnünk megbocsátást nyer. Isten visszafogad bennünket. Mit kell Isten gyermekeinek tenni, ha megbetegszenek? Imádkozniuk kell Istenhez, Jézus nevében, és hinniük, hogy ő azt cselekszi majd, ami a legjobb számunkra. Nem szabad máshoz imádkozniuk, vagy kabalában keresni a választ. Isten, ha úgy akarja, meg tudja gyógyítani az embert, vagy segít neki megtalálnia a megfelelő orvosságot. Isten szeret bennünket, és minden szemmel tart, ami a gyermekeivel történik. Megvéd bennünket a sátántól is, tehát nem kell félnünk. Jézus békét ad nekünk a nehézségek idején is. Mindnyájan tudjuk, hogy egy napon meghalunk. De mi történik majd velünk a halál után? A Biblia, vagyis Isten igéje
Azt mondja, hogy amikor egy keresztény meghal, a lelke az Úr Jézus Krisztushoz költözik, és így barátainak nem szabad gyászba borulniuk. Nem szabad félnünk a haláltól, hiszen Isten szeret bennünket, és megváltott bennünket a bűneinktől, a Krisztusba vetett hitünk által. A nem hívők nem ismerhetik majd meg ezt a halál után Istennel töltendő csodálatos jövőt. Büntetés lesz a részük, mert visszautasították Isten útját. Testünk minden tagjának megvan a maga szerepe. A személy az, hogy lásson, a fülé az, hogy halljon, a szájé az, hogy egyen, valamint beszéljen. Ezek a tagok mind együtt munkálkodnak. Ha egy tag beteg, vagy sérült, akkor az egész test megérzi azt. Isten azt mondja, hogy a hívők is egy test tagjai, mégpedig az egyházé. E test feje az Úr Jézus. Istennek minden keresztény számára van munkája, például tanítás, éneklés, gazdálkodás, vagy éppen főzés. Mindenkinek tevékenykednie kell az Úr Jézus dicsőségére azért, hogy az egész test erős legyen. Minden hívőnek szeretnie kell egymást, és együtt kell működnie, máskülönben a test legyengül. A hívőknek rendszeresen kell egymás társaságát keresniük, hogy együtt dicsőíthessék Istent. A Biblia azt tanítja, énekeljetek himnuszokat és imádkozzatok. Isten munkájához ajándékokkal is hozzá kell járulnunk. Isten azt is megparancsolja, hogy emlékezzünk meg az Úr Jézus haláláról. A hívők együtt fogyasztják el az úrvacsorát, a kenyeret és a bort. A kenyér az Úr Jézus testét szimbolizálja, ami megtöretett értünk a kereszten, a bor pedig az ő vérére emlékeztet, ami kifolyt, hogy megtisztítson bennünket a bűntől. Mindaddig így módon emlékezünk meg az ő haláláról, amíg vissza nem tér. Egy napon az Úr Jézus visszatér közénk a mennyből, ahogyan megígérte. Visszajön, hogy összegyűjtse Isten családját. Föltámaszt majd minden hívőt, aki már meghalt. Sírjaik üresen maradnak. Minden életben lévő hívő velük tart majd. Az Úr Jézussal a levegőben találkozunk, és végleg vele maradunk. A nem hívők hátra maradnak, hogy szembenézzenek Isten ítéletével. Nem tudjuk, hogy Jézus mikor tér vissza közénk, de készen kell állnunk és várnunk rá. Ahogy a gyümölcs vagy gyümölcsöt terem, ugyanúgy Isten szent lelke is gyümölcsöt terem a hívő ember életében. Jézus azt mondta, én vagyok a szőlőtőke, és ti vagytok a szőlővesszők. Ha megmaradtok bennem, és én ti bennetek maradok, sok gyümölcsöt teremtek majd. Isten szent lelke szívünkben él és munkálkodik. A gyümölcs, amit bennünk terem, nem más, mint a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, alázatosság és önuralom. Ha a fa ágai nem teremnek gyümölcsöt, akkor le kell őket vágni és elégetni. Jézus követőinek sok gyümölcsöt kell teremniük, hiszen ez dicsőíti és magasztalja Istent, a mi mennyei atyánkat. Jézus megparancsolta követőinek, hogy menjenek és másoknak is mondják el az örömhírt, hogy megszabaduljanak bűneiktől és az örök büntetéstől. Sok embernek van téves elképzelése arról, hogy miben hisznek a keresztények. Számukra ez nagy rejtély. Kérdezhetik magukban, hogy miért olyan mások ezek az emberek? Miért úgy cselekszenek, ahogy? Mi motiválja őket? Ha hívő keresztény vagy, akkor segítened kell másoknak, hogy megértsék, ez a jó hír mindenki számára szól. Isten szent lelke bölcsességet és bátorságot ad majd, ha Jézust követjük. Kedves barátom, remélem, hogy ez a kazetta segítségedre volt abban, hogy jobban megértsd, miben is hisznek a hívő keresztények, és azt, hogy hogyan kell cselekedniük. Érdemes lenne visszatekerni és meghallgatni még egy párszor ezt a kazettát. Nyugodtan állíts meg bárhol, és gondolkodj el ezeken a fontos kérdéseken. Kérdezd meg magadtól, úgy követem Isten útját, ahogyan kellene? Jézus kereszt halálát tényleg elfogadom a bűneim áldozatául? Szólj Istenhez a szíved mélyéről. Ő minden embert szeret. Téged is. Ámen.